Önkormányzatok, intézmények, vállalkozások képviselői tartottak workshopot szerdán. A Baranya megyei turizmus lehetőségeiről értekeztek a megye önkormányzat dísztermében. Igen, nagy szükség van arra, hogy Baranya megyének, baranyai turizmusnak adjunk egy új lendületet, és ez a gondolat vezérelt bennünket akkor, amikor a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen ennek egy olyan kezdeményezést igyekeztünk kialakítani, amellyel a célunk az, hogy legyen Baranyának végre egy olyan turizmus fejlesztési stratégiája, amely nem csupán egyik vagy másik pályázati konstrukcióra vonatkozóan jelent iránymutatást, és nem csupán néhány évre szól. Legalább egy évtizedes távlatot felölelő stratégiára van szükség, mondja a megyei elnök. Hiába rendelkezik a megye kiemelkedő turisztikai értékekkel, látnivalókkal, a vendégek mégis kevés időt töltenek Baranyában. Baranya megyében átlagosan hány vendégészakát töltenek a különböző mikrotérségekbe az ide látogatók, akkor ezek ilyen 2-3 nap között mozognak. Én azt gondolom, hogy mindenképpen az lenne a cél, hogy ezt a számot növeljük. Ez egy nagyon alacsony szám. Van annyi látnivaló Baranya megyében, hogyha a turisztikai attrakciókat jól tesszük egymás mellé, és a turistát vezetjük ezen helyszínek között, akkor akár 3-4 napot is el lehet tölteni itt a megyébe, és az nyilván sokkal több bevételt is jelent a helyi számára. A megyei turisztikai stratégia megalkotásához minden érdekelt terület képviselőivel szeretnének egyeztetni. A megyei elnök szerint így tudnak majd olyan stratégiát kialakítani, ami erősíti ezt az ágazatot a következő években.